Zašto nema kriterijuma za proglašenje neke obrazovne ustanove za ustanovu od posebnog značaja? Ezt a kérdést tette fel Dusán Kliszka ügyvéd. Heves vita alakult ki a nemzeti tanácsokról szóló törvény alkalmazásával kapcsolatban. Az oktatási rendszer mindenki számára egyformán elérhető kell, hogy legyen. Nem lehetnek kivételek, emelte ki az ügyvéd. Te stvari se ne mogu uređivati kao separate, izdvojeno. I sad se ovde provlači teza da s pozivom na odredbe o iz zakona o nacionalnim savjetima neko može da izgradi jedan separat kao poseban sistem, kao neki podsistem valjda, unutar jedinstvenog sistema obrazovanja. Ja vam tvrdim da vam Republika Srbija, odnosno njeni pravosudni organi, to neće dozvoliti. A kerekasztal beszélgetés ahelyett, hogy az önkormányzat és a nemzeti tanácsok együttműködéséről szólt volna, a törvényelemzés felé tolódott el, mondta Jóhorti Lívia, a Magyar Nemzeti Tanács közoktatási bizottságának elnöke. Azt gondolom, hogy se nem helye egy városvezetés, se nem feladat egy városvezetésnek törvényt értelmezni, mert megvan a maga helye a parlamentben, illetve bárkinek bármilyen gódja van, akkor nyilván a pártokon keresztül kezdeményezhet valami fajta új közvitát ez ügyben, de ahova a nemzeti tanácsokat meghívják, és a velük való együttműködést szeretnék erősíteni, hogy nyilván nem ennek a fajta hozzáállásnak van helye. A tanácskozás nem volt teljesen eredményes, az MNT azonban továbbra is készen áll a párbeszéd folytatására, a közös szemlélet kialakítás érdekében, tette hozzá Jóhorti Lívia. Az önkormányzat nehezményezte, hogy a nemzeti tanácsok által kiemelt jelentőségűvé nyilvánított intézményekben az igazgatóknak kötelességük bizonyítani, hogy beszélik annak a kisebbségnek a nyelvét, amely nemzeti tanácsa kiemelt jelentőségűvé nyilvánította az intézményt, mondta Jubica Kiszelicski, a beszélgetés koordinátora, a korábbi polgármester művelődési és oktatási tanácsadója. Mi smo imali primer eliminacije kandidata sada za direktora škole u muzičkoj školi, radi se o profesorki Mirite Munović, koja nema položeno znanje mađarskog jezika i ona je na osnovu samo tog nepostojanja uverenja o poznavanju mađarskog jezika eliminisana uopšte iz dalje procedure za imenovanja direktora škole. A tanácskozáson sem a Vajdasági Magyar Szövetség, sem a Demokrata Párt tisztségviselői nem vettek részt.